Akciókat hirdet az egyik népszerű ruhákat árusító weboldal. Minden héten vannak ilyen kedvezmények, amiket e-mailben is kiküldenek az oldalon rendszeresen vásárlóknak. Kevesen gondolnak bele, mekkora munka és milyen szakértelem szükséges ehhez, csak úgy, mint az eladói szakmához. Többek között ezt sajátítják majd el a kereskedelmi és webáruházi technikusok. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezeridi István technikumban ősztől. Ebben az iskolában is, csak úgy, mint a többiben, teljesen átalakul a szakképzés és a képzési paletta is. Az igazgatónő azt mondja, továbbra is a kereskedelem köré épülnek az ösztöndíjat, piacképes tudást, szakmai gyakorlatot és továbbtanulási lehetőséget is biztosító képzések. De lesznek újdonságok is. Tolna megyében egyedül ebben az intézményben képeznek majd ősztől idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikusokat. Az iskolában az új szakok mellett megmaradnak a népszerű szakmai képzések, így például a közgazdasági ágazati képzés is, csak kibővült formában. Gazdálkodás menedzsment ágazatban hirdettünk meg szakirányt és képzést. A vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzésre volt nagyszámú igény a tanulók részéről, és tudjuk őket majd fogadni szeptembertől. A mostani időszakban az egyik legnépszerűbb logisztika szállítmányozás ágazat szintén ebben a tanévben is a népszerű választott ágazathoz tartozott. Nagyon sokan jelöltek meg bennünket, sokan nyertek felvételt az úgynevezett logisztikai technikus képzésre. Ezek a technikumi képzéshez tartozó kínálatunk. Én bízom benne, hogy fel tudunk úgy készülni a fogadtatásukra, hogy szeptembertől minden feltétel adott lesz, és az új képzési irányok megfelelően fognak tudni alakulni. A technikumi osztályokban az első két évben ágazati alapozó oktatás történik majd, ami a 10. évfolyam végén egy ágazati alapvizsgával záródik. Akik ezután úgy döntenek, hogy nem akarnak többet tanulni, választhatják a duális képzést, és kimehetnek a cégekhez gyakorlatot szerezni. Tulajdonképpen egy sikeres alapvizsga után fogja majd a tanuló eldönteni, hogy melyik szakképesítést fogja választani az ágazaton belül. Akkor fog majd igazából a szakmai felkészítés elindulni, tehát a 11. évfolyamtól kezdődő 3 év lesz majd a legfontosabb a szakmai képzést illetően. Fontos tudni, hogy a technikumi oklevél emelt szintű érettségének is számít, ami előny a felsőfokú képzésben jelentkezés során, mondta el az igazgató. Ráadásul az 5 év során megszerzett ismeretek birtokában a felsőoktatási időszak is nagyban lerövidülhet. További előnye a technikumi képzésnek, hogy a következő tanévtől teljesítményük alapján a diákok is többletjuttatást kapnak az új ösztöndíjak formájában. Ez 9. és 10. egy elfogadott összeg szerint fog menni, 8000 forint per fő per hó lesz az ösztöndíj értéke. 10. évfolyam után természetesen változik ez a helyzet. Azok a tanulók, akik maradnak az iskolában, ők továbbra is tanulmányi ösztöndíjban fognak részesülni. A tanulmányi eredménytől függően 10.000-től akár 50.000 forintig is terjedhet a tanulmányi ösztöndíj mértéke havonta. A sikeres vizsgát követően pedig több 100.000 forintnyi sikerdíj járhat nekik. Azok a tanulók, akik pedig a 2. év után a duális képzést választják és elmennek a cégekhez gyakorlatra. Velük munkaszerződést kötnek a vállalkozások, és a diákok munkabért kapnak majd. A Bezeridi István technikumban jelenleg gőzerővel zajlik a felkészülés a megújuló szakképzési rendszerre. A tanári gárda a következő hetekben állítja össze szakmai programjaikat az új képzési kimeneteli követelmények alapján. Azt ígérik, szeptemberre megfelelő képzési programokkal és kialakított helyi tantervi irányokkal tudják kezdeni az új tanévet. És ebben az új tanévben a felnőtteknek munka mellett is lehetőségük lesz bekapcsolódni az új rendszerbe. 2 szakma, valamint egy szakképesítés megszerzésére ingyen van lehetőség Magyarországon. Ez eddig csak nagyon kötött módon iskolai keretek között tudott megvalósulni. Ezeket a kereteket tágítják most, amennyire lehetséges, de akár az is elképzelhető, hogy előzetes tudása alapján valaki a korábbiakhoz képest fele annyi idő alatt szerezhet szakmát. Az lenne a cél, hogy akár a saját vállalati körülményei között is tudjuk ezt a képzést csinálni, meg tudjuk ezt is oldani. Az lenne a cél, hogy minél kevesebb időt vegyünk el abból a hasznosuló időtartamból, amit egy cégnél, főleg egy
kis vállalkozás vagy egy mikrovállalkozás esetében, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ebből a hasznos időből keveset vegyünk el, ezért távoktatási programokkal dolgozunk, próbálunk, alakítjuk ki, és alakítunk ki természetesen olyan egyéni tanrendeket, amik ezt szolgálják. Itt alapjában véve azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha valaki munkában van, és valamilyen módon, autodidakta módon, de korábban már szerzett tudást, és ezt szeretném most formalizálni is, azaz papírt szerezni róla, akkor most ennek a lehetőségét tudjuk megadni, hiszen a saját cégénél, vagy abban a cégben, ahol ő alkalmazott, tudja mindezt a gyakorlatot teljesíteni, és amikor a gyakorlatot teljesítette, mi ahhoz teszünk kiegészítéseket. Tehát tulajdonképpen így tudunk mi nagyon rugalmasak lenni minden irányba. A Tolna megyei szakképzési centrumnál szeptembertől indulnak ezek az egyéni képzések, amikre egyébként évközben is lehet jelentkezni bármikor.